Sziasztok, Mádai Vivien vagyok, itt vagyunk az InStyle magazin őszi címlap fotózásán, és most a tinédzserkori énemnek fogok üzenni. Ja, Istenem! Esküszöm, hogy ezeket a képeket úgy dugdosom olyan szentélyekbe, és hogy anyukám hogy tudta őket előkeresni? 2004-es fotó. Jézus, ezt nem akarjátok ti látni, de azért most megmutatom innen. Brutális. Pörgetem az Agresszor és a Keio Mio Chicks időszakomat. Kedves fiatalkori önmagam, hát nem biztos, hogy a legjobb stílus ikon Marilyn Manson és Christina Aguilera a legjobb egyvelege. Minden esetre az old school stílus kiválasztása is hagy némi kivetnivalót maga után, bár azt gondolom, hogy viszonylag ez a 17-18 éves koromra sikerült ebből kimásznom a teljesen másik végletig, Britney Spears-ig. Szóval, hogyha lehetne, akkor ezeket inkább törölném az emlékezetemből. Akkor jó ötletnek tűnt. A ceruza vékony szemöldök, a piros haj, a rasta, a félig felnyírt oldalcséró, a fekete rövid haj, és szerintem még tudnám nap estig sorolni, hogy nekem milyen elhibázott és elvétett dolgaim voltak. Egy dologra megkérlek, kérlek, a szőkítőt otthoni használatra soha, soha, soha többet ne használj. Bár ápoltam volna a bőrömet 15 éves koromban, akkor lehet, hogy nem úgy nézett volna ki, mint nagyjából a 20-as éveim elején. Arra sokkal több időt kellett volna fordítanom, és sokkal körültekintőbben, és talán nem azzal foglalkozni a legtöbbet, hogy a hajamat hogy tudom elrontani, hanem inkább odafigyelni egy kicsit a bőrömre. A testkép az egy nehéz dolog, főleg az én fiatalkori énemnek, mert voltam nagyon vékonytól, kicsit puffin keresztül a túlsúlyosig, talán ez a helyes kifejezés. Nem kell ennyit foglalkozni azzal, hogy hány kiló vagy, vagy hogy van-e felesleg, vagy van-e pici narancsbőröd, vagy nagyobb-e a hasad, mint mondjuk az osztálytársaidnak. Én azt tanácsolom neked, hogy fogadd el úgy magad, ahogy már elfogadott 30 éves korodra. Mindent mindennel vallottam ezt 15-16 éves koromban, és vallom ezt most is 30 éves koromban. Azt hiszem, hogy a táplálkozás az egy picit talán lehetett volna visszafogottabb, de talán mostanra, vagy most 30 éves távlatból azt hiszem, hogy azzal talán annyi baj nem volt, mint mondjuk az eddig felsorolt összes többivel. Kevesebb chips, kevesebb kóla, több zöldség.